Ki az eredeti Biblia ihletője? A Biblia eredetéről sokan szóltak már. Én csupán néhány érdekességre és furcsaságra szeretnék rávilágítani, amely valahogy nem stimmel a Szentírással kapcsolatban. A Biblia ugyanis nem egy egységes könyv, hanem egy emberek által önkényesen összeállított gyűjtemény, amelynek nem az eredeti passzusaival van gond, hanem a benne több helyen megbújó, hamis istenképpel. Ehhez fűznék hozzá pár gondolatot. A mai Biblia a spirituális források szerint 90%-ban nem eredeti. Valakik valamikor átalakították, átszerkesztették, egy szóval megváltoztatták. Ezt manapság egyre többen érzik is. Éppen ezért sokan csak a quintesszenciájával értenek egyet, míg a többi véres jelenetéről nem óhajtanak tudomást venni. Vajon mennyien veszik a fáradtságot arra, hogy komolyan végigolvassák a teljes Bibliát? Az én közvélemény kutatásom szerint meglehetősen kevesen, mert az első könyveinél el és kiakadnak az emberek, ugyanis súlyos ellentmondásokat tapasztalhatnak, melyek nyomán jogos ellenérzések alakulhatnak ki a laikus és elfogulatlan olvasókban. A legalapvetőbb érzés, ami kialakulhat az olvasóban, az a diszkrimináció. Miért? Mert már a Biblia első könyvei is hangsúlyozzák, kiemelik, kiválasztottként kezelik a zsidó népet, míg abszolút hátrányos megkülönböztetésben részesítenek sok más népet. Mózes 5. könyvéből származnak a következő idézetek. És adja őket az Úr, a te Istened, a te hatalmadba, és megvered őket, mindenestől veszítsd ki őket, ne kös velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. Sógorságot se szerez ő velük, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak, mert elpártoltatja a te fiaidat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak, és felgerjed az Úr haragja reátok, és hamar kipusztít titeket. Hanem így cselekedjetek velük. Oltáraikat roncsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg. Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. Szintén Mózes 5. könyvéből származik a következő néhány gondolat. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened, de népeket te előled, nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míg len elvesznek. Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket, az ég alól. Senki ellened nem állhat, míg len elveszted őket. Később kiderül, hogy Jahve, kedvenc népe kedvéért, kegyetlenül megbünteti a másikat. A valódi népirtással már a Bibliában is találkozunk. Vér, halál, kín, szenvedés, bosszú, gyerekgyilkosságok, tömegmészállások már az egyiptomi 10 csapás esetében megjelenik a Bibliában. A Frilledával kapcsolatos információk is elgondolkodtatóak, melynek hatalmát sokféleképpen látjuk viszont a Bibliában. Az ellentmondás, mint ahogyan az lenni szokott, csak látszólagos, és nem is annyira a Frilledán, hanem sokkal inkább annak birtokosain múlik. Avagy a birtokosán, ha a bibliai istenségre gondolunk, aki végül is a Frilledát az izraelitáknak adta. Bár erről nekem külön bejáratú teóriám van. Nevezetesen az, hogy a Frilládát az egyiptomiaktól tulajdonították el a zsidók, ama bizonyos kivonulásuk alkalmával. És ez vet fel egy sor további kérdést, amely sok dolgot megmagyaráz. Például azt a sarkalatos kérdést is, hogy vajon Mózes könyveit egykorban írták-e? Vajon egy azon személy mindegyik könyv szerzője? Nos nem. Ma már tudjuk, hogy például a második törvénykönyv Mózes után íródott 800 évvel. Célja pedig alapvetően az volt, hogy rendszerezzék a szerzők az addig felhalmozott legenda anyagot, és igazolják az izraeliták véres kánoáni hódításait.
így aztán úgymond Mózes szájába adtak szavakat, amelyeket a jelek szerint ő sohasem mondott. Az ellentmondást a következő idézetek kicsengése is jól illusztrálja. Isten fogja ezeket a népeket előtted megsemmisíteni. Rajtuk töltsd be az átkot mindenképpen. Ne kös velük szövetséget, és ne könyörülj meg rajtuk. Mert fiad elidegenedik tőlem, s más isteneket fog imádni. Akkor fölgerjed ellenetek az Úr haragja, és elpusztít benneteket. Inkább így bánjatok velük, oltáraikat romboljátok össze, kő oszlopaikat döntsétek ki, szent fáikat vágjátok ki, báványaikat pedig égessétek el. Sok ilyen és ehhez hasonló, vérszomjas és romboló idézetet lehetne ide citálni még. Nem szeretném béka alá rejteni a további diszkrepanciákat sem, ezért tennék még néhány megfontolásra érdemes utalást. Felvetnék még, hogy az Úr vajon miért veszíti el a türelmét újra és újra? Vagy hogy az Úr többször fenyegetőzik, megveretem Egyiptomot. Miért? Égbe kiáltó paradoxon, hogy miként fér bele az isteni morálba, hogy egyik pillanatban még felbújtja az Egyiptomban raboskodó zsidókat a lázadásra és a bűntényekre, míg a következő pillanatban jóságos isteni parancsolatokkal látja el őket. Konkrétan nemes egyszerűséggel kifosztatja Mózessel és társaival Egyiptomot, elviteti velük az ezüst és arany edényeket, valamint a ruhákat, most a tömegmészárlásokról nem beszélünk, majd közli, hogy a hívei amúgy ne lopjanak és ne öljenek. Micsoda köpönyek forgató moralitás ez? Ezen felül egy kicsit, mintha túlhangsúlyozná, hogy ő a főnök. Én vagyok az Úr, mondja. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor az ilyen gyomorforgató kijelentések után fel kell tennünk magunknak a helyén való kérdést. Vajon a zsidó népet választó istenség azonos-e a mindenség teremtőjével? Vagy sem? A választ mindenkinek magának kell megválaszolni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Bibliának vagy bármilyen más szent iránymutatás gyűjteménynek és tankönyvnek nem csak egy adott istenség és egy adott nép kapcsolatáról, illetve a nép küldetéséről kellene szólnia, hanem a többi népről is, valamint az univerzális életfilozófiáról is, a tudományok sokaságáról is, beleértve többek között a matematikát, a csillagászatot, az orvoslást, ad abszurdum az alkímiát és a mágiát is. Továbbá be kellene mutatnia elfogulatlanul, spirituális szemszögből, a mindenség örökkévaló törvényein kívül a magasabb rendű lényeket, esetlegesen a kozmosz más népeit, fajait, intelligenciáit és teremtési folyamatait. Hát, ezek nagy része, mintha hiányozna a mai Bibliából, de van helyette minden más. Végül megjegyzem, hogy Biblia nem létezett az első században. A Qumránban 1947 után talált tekercsek úgy szintén bizonyítják ezt. Sok biblikus történetet csak azért illesztettek bele a könyvek könyvébe, hogy a judaizmusba vetett hitet helyreállítsák, felfuttassák és megerősítsék. Mindebből pedig arra a következtetésre juthatunk, hogy a Biblia eredeti szerzője nem azonos azzal, aki jelenleg a sorok között bujkál. Remélem, hogy a jövő elhozza ennek a teóriának a még teljesebb igazolását. Boldog napot!